Hát szeretettel köszöntök mindenkit, ismételten a Történelmi téfitek Sojmáró című sorozatban a 13. epizódjánál tartunk, a 13. felvonásánál tartunk. Kaptam egy kritikát, hogy sosem mutatkozom be, úgyhogy Ritter György vagyok, a Magyar Nemzeti Levéltárnak a levéltárosa, és én szoktam ezt az előadás sorozatot tartani különféle témákban, amelyek felmerülnek Sojmáral kapcsolatban. Miért is kerül sor erre az előadásra, ugye az 1956-os eseményeket ö, sokszor szervusz, sokszor népszerű, előre elrendezett, hát azért azt mondhatjuk, hogy politikai tartalmaktól sem mentes megemlékezések szokták tarkítani, amelyek hát sajnos leginkább mítosszá alakítják ezeket a a nemzeti ünnepeinket, és sajnos én úgy vélem, hogy egyúttal ki is üresítik, hiszen a témáról arról nem igazán esik szó, és hát a helyi eseményekről, a valódi helytörténeti eseményekről, meg aztán meg végképp ez, így vagyunk 1848 al és hát ezzel az 1956-os eseményekkel is így vagyunk. Véleményem szerint zárójába teszem, hogy még az államalapítási ünnepet is Szerintem úgy kéne megtartani, hogy minden községnek a saját alapításáról vagy lehetne megemlékezni. Ez, korábban erre voltak azért kezdeményezések, de nem nálunk, csak a 19. században, de hát ezt az augusztus 20-át a nyaralás ez mindig elszokta vinni, mindig ünneplés szempontjából. Sajnos inkább azt lehet mondani, hogy az emberek nagyon sokszor a mesékbe hisznek, és hát a helytörténet az azonban nem mindig csak ilyen mesebeli torzításoknak a, a szerepe vagy nem torzításokról szól. Ez azért is tartok kiemelni, mert most egy fontos dátumnál vagyunk. Valamelyik megemlékezésen hallottam is, hogy ezt szóba hozták, hogy, hogy most 33 éve, hogy ünnepeljük az 56-os forradalmat, mint forradalmat, előtte pont 33 évig volt ellenforradalom. Tehát most vagyunk a felénél, a mérlegnek a nyelve, az, vagy hát a két felénél, a mérlegnek a nyelve az most Hát kiegyenlítőd, hát majd a jövő történészei fogják eldönteni, hogy hova jutottunk el ebben a, 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 az ünneplésnek. Szeretném megköszönni Hegedűs Andrásnak is, hogy segítséget nyújtott az előadásnak az összeállításában, hiszen az ő egyik fontos anyagá az egyik oszlopa ennek az előadásnak. Hát a tévét halapját azt uh, talán mindenki, hogyha elmegy a hősök emlékmű előtt, azt elolvashatja. Az 1956-os valami szabadságharc hőseinek, áldozatainak áll, állít emléket, DNS István tiszteletére, tehát hogy azt mutatja, hogy mintha ő lenne az egyetlen, uh, Sojmári, aki az 56-os forradalomban az életét adta. Ez valószínűleg egyébként félig meddig így is van, de hogy azért a megtorlásoknak is vannak áldozatai előadásomban, ezt próbálom meg cáfolni, kísérletet teszek a cáfolására. Forrásaim a Seres István által összegyűjtött, és általam is elhozott nemzeti bizottsági 56-os sojmári nemzeti bizottsági anyagok, illetve visszaemlékezések, helytörténeti könyvek, és különféle, különféle újságcikkek, összefoglaló tanulmányok lesznek. Na most én túlságosan nem szeretnék kitérni az 1956-os forradalom és szabadságharc tágabb történetére, ezt megteszik helyettünk a televízióba, megteszik velettünk az iskolába, unalomig ha, ha, hallottunk már különféle dolgokat. Tehát az általános eseményeket, ami 66 évvel ezelőtt történt, azt nem mutatnám meg be. Két dologra hívnám fel a, a figyelmet, illetve két megjegyzést tennék az, amit Nagyon alaposan át kellene azért gondolni 56-tal kapcsolatban. Az egyik az számára, hogy az, az hogy hogy azok számára, akik szerint a népszerűség, az egy kulturális és politikai legitimizációs erővel vívva, szerintem hatalmas a tévedés, és ez a 56 a legjobb bizonyíték. Hiszen 56. november 4-e után még jó egy-két hónapig kellett ahhoz, hogy minden sztrájktörekvés, minden bizottságot, minden ellenállást, hát fogalmazunk úgy felszámoltak kádárék, tehát nem november 4-én ért véget tulajdonképpen az 1956-os forradalom és szabadsághoz, hanem sokkal későbbbe, De azt is meg kell jegyezni mindenképpen, és ez a két kép nagyon jól mutatja, hogy 1957. május 1-én már a hősök terén az öreg csermaneket 800 ezer ember ünnepelte. 800 ezer ember volt az, aki gyakorlatilag mellette át. Persze tudom, hogy volt megfélemlítés, Polt különféle ráhatás is, de ne felejtsük el, hogy 1956. márciusában olyan lakásrendeleteket hoztak Budapesten, amelynek értelmében azok az emberek, akik elhagyták a lakásukat és nyugatra menekültek, és azok az emberek, akik ezeket a lakásokat elfoglalták, azok ott maradhattak. És ez reszketek volt. Pontosan számokat nem tudjuk, de több ezres. És hát az ilyen kegyek voltak gyakorlatilag azok, amelyek azt eredményezték, hogy 57. május 1 már nem volt se sztrájk, se ellenállás, se ellentmondás, hanem inkább egy nagy mízes mázos önnep. És ha azt mondjuk, és a másik megjegyzés, hogy a Kádár rendszer megtorolta 56-ot, vidéken nem volt bázisra, ezért felszámolta a paraszti társadalmat, ugye 59 és 62 között. Egy bürokratikus diktatúrát hozott létre, amelyben mindent lehetett papíron, de semmit nem lehetett megvalósítani. Korlátozta az egyházat, véghez vitte az úgynevezett gulyás kommunizmust, amire azért mondhatjuk azért, hogy eléggé hamis gulyás volt. Elképesztő természet rombolást vitt véghez, és végül az egész országot eladósította, ugye hát gyakorlatilag eléggé nullába mentünk át 89-ben a kapitalizmusba. Egy valamit azonban sem nem szabad elfelejteni, és lehet, hogy ezzel e, átütök egy olyan biztosítókat, a Kádár rendszer népszerű volt. Tehát bárki is bármit mond, hogy mai napig a Kádár rendszerben megcsontosodott társadalmi gyakorlatok, beidegződések a mai napig működnek. Ez a rendszer gyakorlatilag a szokásos magyar történelemnek a lázadás, letörés, megalkuvás, hármaság, leképezi, legalábbis 56 tekintetében biztosan, és ez sajnos nagyon benne van a mai társadalmunkban is. Aki nem hisz nekem, nem kell hinni, de annak ajánlom, hogy olvass el, nagyon rövid, Hamvas Bélának a Patmos első kötetében az 1956-os című eszét, abban mindent megtalál arról, amit én is egyébként 1956-ról gondolok. Ennyit a köztörténetről szerintem és egy kicsit menjünk közelebb, és az is legyen a módszertana az a mai előadásomnak, hogy, hogy megyei szintről közelítsünk Sojmárhoz. Mi történt a forradalom idején Pest megyében? Pest megyében, ugye ez a 50-es években elején létrejött Pest-Pürissolt, Kiskunvár létrejött Pest megye, minden harmadik dolgozó Budapesten dolgozott. Sokan részt vettek az október 23-ai eseményekben, majd vitték a különböző falvakba a hírt. Tehát a, így jutott el gyakorlatilag vidéke a forradalomnak a híre. Ennek a megyének a párbizottságának élén 1957. júliusáig egy Kádár János nevezeti úri ember állt, akit az előbb azért eléggé jelentősen bemutattam, és ő egyébként sokszor kritizálta, hogy szegénysétlen munkásoknak nehéz eljutni a munkában. Tehát ilyen nagyon kis atyafi volt, mondjuk így, nagyon kis atyáskodó volt. Az első, akik vidéken megmozdultak Pest megyében, azok a Gödölői agrárnak az egyetemistái voltak, akik ugyanúgy, mint a műegyetemen, október 22-én tanácsot tartottak, pontokba szedték, és hát tüntetésre mentek. Október 23-án a Pest megyében lévő katona és karhatalmi alakulatokat rögtön riadoztatták, amint kitört a balhéj a fővárosban. Először köztük volt a, a piriscsobai 8-as gépeszített ezred is, ők voltak, akik kimentek a rádió ostromához. Ugye őről köztudott, hogy az a csapat volt, akik átálltak a forradalmistáknak, vagy a forradalmi erőknek a, az oldalára. Egyébként Pest megyében, október 24-én hajnalban volt az első ilyen csetepatén, Dunakeszin a forradalmárok megpróbálták lefegyverezni a helyi rendőrséget, és ott egy ilyen lövöldözés került sor. 25-én, és itt már majdnem helyben vagyunk, Pilis is megérkeznek ilyen forradalmárok teherautón, felolvassák a követeléseiket, majd átmennek Szent Ivánra. Érdekes, hogy ott sem jelennek meg a megemlékezésen ezek az események, pedig a Szent Ivánnyok igazán büszkék lehetnének az ottan történtekre. De átmentek Szent Ivánra, és a bányászok rögtön kimus mondták a sztrájkot. A pirési szénbányákban egyébként is nagyon sok rab volt, olyan politikai rab volt, ezeket felszabadították, egyébként egy korabeli képeslap található itt, és ugye a Pirés-Vörösvári bányásztelep a két kevéjel, és Szent körülbelül 200-250 ember, egyes forrásokban a bányászok, rögtön zárt sorokban elindultak Pest felé, és hát nagy részük ők alkották a szénatéri csoportot, az úgynevezett bányá... csoporton belül az úgynevezett bányászbrigádot. Erről a szénatéri csoportról is sokszor lesz szó. Sokokat egyébként később ki is végeztek sajnos. A szovjet alakulatokkal uh, volt egyébként a legtöbb ilyen összecsapás, és a, főleg a budai járásban. Hát, hogy az oroszok általában demonstráltak. Tehát demonstrálták az erejüket, föl járkáltak a falmakban, katonai felvonulásokat tartottak ebben az időszakban. Érdem például október 26-án egy 19 éves fiút lőttek le az ottani barikádokról, Budaörsön október 27-én a szovjet tankból lövést adtak le, itt négyen haltak meg, és hát Buda keszén történt, ugye az a híres hírhet történet, hogy máig tisztázatlan történet, hogy Sziklai Sándor, ugye a hat történeti intézet, és múzeumnak akkori parancsnokát Ugye itt látható, le akarták fegyverezni, a házában volt egyébként Kis Lajos népfront elnök is, és hát Sziklai nem adta oda a fegyverét, a tüntetők betörtek a házába, Sziklai lőtt, a tüntetők bevágtak egy gránátot, fölrobbant, Ciklai megsebesült, kis öngyilkos lett, és a két tetemet meg kihúzták az utcára, és hát úgy szokták mondani, hogy meggyalázták. Ugye mai napig nem tudni, hogy mi történt, Ciklai Sándor ugye az ellenforradalomnak a nagy áldozata lett 30 éven keresztül, ez azért is érdekes, hogy már a számára, mert a Kerekegyen volt egy sziklai Sándor nevű utca is, amit ugye erről a sziklai úrról neveztek el, de mondom, máig vitatott, hogy mi történt tulajdonképpen itt, máshogyan emlékeznek a forradalmárok, máshogyan mondanak az iratok, meg más, amit a, ugye korábban feljegyeztek. Ami a legfontosabb, hogy a szovjet csapatok nem vonultak ki a megyéből. Sőt, Budapestről igen, de a megyéből nem, és pont itt állomásoztak, uh, például Árpádföldön, ez majd fontos lesz, és innen tudtak gyakorlatilag november 4-e utáni pillanat alatt visszajönni. Tehát, hogyha valaki nem úgy gondolná, hogy rögtön a Szovjetunióban, vagy rögtön a határról indultak volna, egy fenét, ők alig vonultak ki tulajdonképpen. Ami általános, hogy október 27-ére majdnem minden településen a közigazgatás megbénul, a nemzeti bizottságok átveszik a hatalmokat, november 4-én meghalva a megszállást, a nemzetőrséget nagyon sokszor megerősítették, és például a Szent elmentek a Pilis Csabai laktanyába, onnan kihozták a fegyvereket, és az egész lakosságot felfegyverezték. Most ez olyan vicces, tehát ez egy olyan vicces szituáció abban a szempontból, hogy egészen decemberig nem merték begyűjteni, a fegyvereket a Ivániaktól, mert egyszerűen nem akartak neki menni a falunak a, a többségének, és csak decemberben sikerült az utolsó puskát is begyűjteni. megyében egyébként azt lehet mondani, hogy kevés fegyveres ellenállás volt. Az iratok szerint azért, mert a Nemzeti Bizottságok a második világháborús eseményekhez hasonlatosan féltek, hogy a Szovjetek esetleg kiírják a falvakat. De ennek ellenére például a Veresegyházán, Budaörsön, a török ugratónál, Kistarcán és Vácot is tűzharcok voltak. Tehát, hogy azért egy-két helyen volt ö, nagyobb ellenállás. November 4-e után a fővárosban rekett csapatok mind a Pilis és a Budai hegység felé vették az útjukat, itt akartak valami fajta gerilla akciót ö, végrehajtani, és hogy be is ásták magukat, erről is még lesz szó. Budapesten belül november 10-ére gyakorlatilag minden ellenállást sikerül ö, felszámolni, és hát ugye a mi környékünkön és gyakorlatilag a következő hónapokba, évszakokba egy-két ilyen csetepati azért előfordul. A pomázon az egész hív, vagy a pomázon az egész a a sinjeit sikerül felrobbantani. Piri a szénatérieknek egy csapata Nagy József vezetésével kétszer megpróbál itt a vasúti kanyarban felrobbantani az esztergomi vasútvonalat, egy dinamitot is használnak, gránátot is használnak, de nem sikerül felrobbantani, csak megsérül egy picikét a, a, sin. De még decemberben is, például a ceglédi vonalon, még decemberben is voltak robbantások ebben a, az időszakban. Viszont az ellenállásnak volt egy nagyobb eszköze, ez pedig a sztrájk volt, és a bányász falukban, így Vörösváron és Szent is egyébként meglehetősen nagy volt a, a sztrájk erős volt, ezért sem merték a lakosságot lefegyverezni például, és az, az új kormányzatnak sem volt bázisai. Tehát például a Szent Ivániak és a Vörösváriak kijelentették, hogy csak az iskoláknak és a kórházaknak hajlandóak szenet termelni, mert hogy a csapatok megszállták az országot, és hát ők ezt nem ismerik el, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen ellenállás volt. Ez nagyjából november végén itt nálunk megszűnik, de dorogon még decemberig is eltart. Tehát ez azért kitartottak elég sokáig. Megtorlásról néhány adat csak Pest megyével. Pest megyében 1957. június 15-ig 2000 személlyel szemben jártak el, ebből 407-et internáltak, és 318 embert pedig rendőri felügyelet alá helyeztek. 1959. március 31-ig viszont 496 szemét ítéltek el, 34 személy 10 évnél többet kapott, 23 halálos ítélet született, 16 embert ki is végeztek, 92 szemét azonban beszerveztek és ügynökként folytatták a tevékenységüket. Hát mi történt Solymáron? Ugye ez mégiscsak érdekesebb. Ö Ugye itt is a jabunká Istvánének a visszaemlékezés, ami tavaly hangzott el a rádióban, illetve a Seres Pista a könyvei alapján próbáltam összeállítani, meg a források alapján, ami itt látható, az eredeti források alapján, egyébként a Seres pistabácsinak a gyűjtéséből valók, az eseményeket. Ugye, ahogyan Pista bácsi fogalmaz a fiatalság körében, tehát hogy mindig a fiataloknak mondja a forradalmárokat, a fiatalság köré nagy volt az izgalom, Solymára is ők hozták a forradalom hírét, illetve ő magaseres Pista bácsi is, aki éppen kollégiumi lakója volt a Rozsadonnak, ahol egy továbbképzésen volt, és onnan sikerült haza jönnie, és elhozni a forradalomnak hírét. Ennek hatására, hogy kitört a forradalom, a Sojmáriak kifosztották az összes boltokat, tehát gyakorlatilag mindent felvásároltak, idézőjelben a kifosztás, és október 25-én már olyan rémhírek terjedtek el, hogy a tanácsházára házára fegyveresek érkeztek, amivel a forradalmi, vagy a forradalmmal ö, szimpatizáló embereket hátba szeretnék támolni. Na, erről tudomást szerzett a falunak a vezetősége, és gyűlést tartottak, amelyre sok ilyen felajzott ember, vagy forradalmár, vagy a 56-os események, október 23-i eseményekkel egyetértő ember jött le, igen, parás hangulat alakult ki. Tehát Jó János népfront elnök és Kozma László, ugye ő volt a tanácselnökünk, akkor meglehetősen karizmatikus figurája volt az 50-es évek Sojmárának, megpróbálta lecsillapítani az embereket, de jól lehurrogták őket. És Kozma és John pedig azt javasolta, hogy hozzanak létre gyakorlatilag egy polgárőrséget. Tóth Sándor nevezetű egyén spontán elszavalta a nemzeti dalt, majd gyakorlatilag szétszélett a társaság. most ez sok könyvben egyébként úgy maradt meg, hogy sojmáron a kommunisták őrséget szerveztek a tanácsházán. Tehát ez nagyon sok helyen így van feljegyezve, ez röhely egyébként. Na, 29-én tartottak rögtön még egy falugyűlést, és megválasztották a Nemzeti Tanácsot, aminek itt vannak a tagjai, ugye Csomai Ödön, Seres Pista bácsi, Milvik nem akarok mindenkit felsorolni, tehát azért Csomai Ödön ugye visszatérő figurája a 20. század közepi Sojmár történetének, és hát ő, ő vezette ezt, ezt az egész ö, 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 csapatot. Hát külön előadást érdemelne egyébként a jegyzőkönyvekben szereplő adatok, a jegyzőkönyvben szereplő történetek, egyáltalán ezek a figurák, akik ezt a tanácsot meghal, létrehozták, ez majd talán egy másik megemlékezésnek, vagy egy másik alkalomnak lehetne a témája. De véleményem szerint ez jó is lenne egyébként, majd mövőre, hogyha lesz igényre. De az a lényeg, hogy a Nemzeti Tanács megtartotta előső ülését, Fülöp párt kérték meg, hogy a rendőri körzeti megbízottat jelölje ki és felállított egy polgárőrséget. Ez néha 14, néha 16 tagból állt. Ez a polgárőrségnek a listája. Itt egy 14 fős lista található. Én gyorsan átnéztem ezeket az úri embereket, és nagyon érdekes, hogy ebből egyébként törzsgyökeres, 14 emberből csak négyen voltak törzsgyökeres solymáriak, egy törzsgyökeres vörösvári volt, egy mezőkövesdi, három egy erdély és egy francia születésű is, tehát egy franciaországban született Úriember. És a többiek felvidékről, erdé... felvidékről illetőleg a, a különféle, Magyarország különféle pontjairól érkeztek, tehát valószínűleg Budapestről költöztek át a különböző időszakokban. A legfőbb témája, a jegyzőkönyveknek a legfőbb témája az első üléseken a lakosságnak az ellátása volt. Ugye minden élelmiszerbolt üres volt, az üzletek utánpótlást nem kaptak, és hát, hogy lehet ezt megoldani, Dankó István volt, aki azt mondta, hogy hát menjünk át a zsámbéki malomba, és onnan szerezzünk lisztet. Meg kellett azért szervezni, hogy a községnek legyen egy kocsi a kocsin legyen egy fegyveres őr, és akkor ezzel el lehetett menni távolabbi vidékekre is, hogy a legszükségesebb élelmiszereket meg tudják szenni. Olvas vagy ezeket a jegyzőkönyveket, teljesen olyan, mint amikor a tanácsköztársaság idején, hogy a, e, ott is ugye, az volt az érdekes, hogy a Sojmári Tanácsköztársaságnak a direktóriuma tulajdonképpen parasztokból, mondjuk így kapitalistákból állt, tehát boltosokból, parasztokból, polgárokból. Itt is, hogy nem feltétlenül a, a tagok munkások voltak, hanem inkább a, a, a 20. század közepének az egyik ilyen. Sojmárjának az egyik legfontosabb egyéniségei, legjobb vezetői, vagy valami legtiszteletre legtiszt, méltóbb emberei. Tehát, hogy, hogy, ez mindig így e, jön ki, hogy mit mond a propaganda, mit mond az emlékezet, meg mit mond a valóság is. Az a lényeg, hogy ez az élelmiszerekre jegy, jegyrendszert vezettek be, és nagyjából egyébként majdnem minden nemzeti bizottság a környékünkön, ott az egész Pest megyébe, sőt, talán az egész országban ezek voltak a legfontosabb feladatok, amiket ellátott. Ami a nagyon érdekes volt, hogy Kozma Lászlót, nem kirúgták, nem internálták, vagy nem bosszultak meg, hanem szabadságra küldték. És a, 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 a régi garnitúrát azt alkalmazták. Tehát nem az volt, hogy most akkor megtorlás és mindenki menjen, amerre fene van, hanem mindenkit szabadságra küldenek addig az időszakig, ameddig ilyen exponálva érzik magukat. Na most az október 31-i ülés, csendes tanár úr, Október 31-i ülés e, e, intézkedett erről, hogy valamennyi alkalmazottat tartsanak meg, ugye ez a baloldali jegyzőkönyvben ez olvasható. E, itt megmaradt munkakörében Dauner Ferenc, aki korábban például a Végrehajtó Bizottságnak a titkára volt, és a közmélemény nyomására, a bizottság egyes tagjainak javaslatára leváltották barát károly aki az iskola igazgató volt. Herére a Nemzeti tanás Csöndes Józsefet nevezte ki, aki a iskola igazgatói feladatok ellátásával foglalatoskodott. Most aki csöndes tanárúra, itt az idősebbek emlékeznek, a polgármester urunk egy KT ülésen egyszer azt mondta, hogy aki csöndes tanárúhoz járt, az tudja, hogy merre van az egyenes. Tehát ez nagyon sok mindent elmond csöndes tanárú jelleméről, hogy aki nála tanult, az tudta, hogy merre van az előre, vagy tudta, hogy merre, van, mi az egyenes. Tehát, hogy Uh, engem is uh, azt mondta, hogy elég egy gyenge képességű gyerek vagyok, de hát ez van. Úgyhogy, uh, úgyhogy ami a lényege, hogy uh, csöndes tanárunknak meg is volt az első, uh, ki is nagyítottam rendelkezésre, hogy a három orosz órából azt mondta, hogy egyet legalább hittanra használjunk föl. Tehát visszaiktatta a hittant. És igen, ez lenne a következő, hogy jött erre, hogy Balog Jenő azt mondta, hogy 8 évig tanult rosszul, aki szintén a NBA tagja volt, 8 évig tanult oroszul, de nem tudott megtanulni. És akkor azt mondta csöndesen, hogy, csöndes, hogy oké, okay, akkor legyen két német és egy hittan. És hogy a, én nem olyan régen csináltam egy tanulmányt, amely a svábság hogyan érte meg az 56-ot, a ma mi történt, úgyhogy gyűjtöttem interjúkat, és az hogyan csapódott le. Nagyon sok olyan falu volt, főleg a Vértesbe, Gerecsébe, Bakonyba, ahol hát a németek ugye megtámadták a telepeseket és visszavették a házaikat. Ugye nálunk ilyen nem volt, sőt ugye eléggé kicsi a, azoknak a száma a nevek alapján, akik részt vettek ezekben a, a grémiumokban, de azért mégiscsak benne van az, hogy azért mégis egy svábforúban azért a németet iktassuk vissza, és az egyik első rendelkezések egyike volt csöndes tanár úrnak, hogy ezt, hogy igen, de, de hogy ez megjelenik, hogy hogy hát azért mégis ez csak egy ildomos. Egyébként másfajta nemzetiségi színezete ennek az esemény eseménysornak egyébként nem volt, de ezt fontosnak tartottam kiemelni, hogy egy ilyen engedmény is már átment. Na hát Csomai viszont szerette volna elkerülni az önbíráskodást, és ugyanis nagy vilmos, sojmári lakos, aki egyébként elítélt volt, és a börtönben ekkor szabadult, dobtáras pisztóllyal megjelent, a tanácsházán, és két solymári ávosnak a felakasztását, pontosan nem tudjuk a nevét, kérvényezte. Végül sikerült őt lehűteni azzal, hogy azt mondta, hogy meg lesznek büntetve, bíróság elé lesznek állítva, és nagy elment. Ennek ellenére kiadta az hogy ne legyenek atrocitások. Vélhetően ebben a nagy hévben volt az, hogy ezt az emlékművet megrongálták, ugye a vörös csillagot leszették róla, később ez az emlékmű el is tűnik, és ugye a temetőben lévő szobját emlékműről van szó. Tehát ez az egyetlen, ami olyan nagyobb kárral esett uh, Sojmáron, viszont az az első időszak is volt, amikor minden szentek ünnepén a hősök emlékművét 11 év után először meg lehetett uh, koszorúzni. Na most, november 4-én a szovjet csapatok bevonulásának hírére gyakorlatilag Sojmáron is az izgalom a tetőfogára hágott. Ugye a Sojmári Nemzeti Bizottság a rádióból értesült, illetőleg ezeket az újságokat kapta meg. Tehát ez a Nemzeti Bizottság archívumában fennmaradt újságoknak, eredeti újságoknak a, 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 a példányai, amelyekből ők gyakorlatilag tájékozódni tudtak. Itt az azért is érdekes, mert ugye a szabad népből itt már megjelenik ugye a népszabadság is, tehát hogy ez a, ez, a, ez a nagy fordulat, de hogy ennyi újságot meg is kapott a a Nemzeti Bizottság. illetőleg van még egy, a Biotor Bágyi hírmondó, vagy híradó, vagy egy ilyen informális gépelt oldal volt, ez is itt van, amit körbekültek, ebből két szám jelent meg, ebben gyakorlatilag a a pátriárkának az eseményeit, tehát itt a budai járásnak az eseményeit ö, 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 mutatták be, illetőleg közölték. <laughs> Na most a 4. -e után ugye beszüntetik itt is az iskolában a tanítást. A forradalmárok egy része a Solymári tanácsházára megy, és molotov koktélt kezdenek el gyártani, hogy majd ellenállás lesz de igazából, amikor a szovjet tankok megjelennek Solymáron, nem történik ellenállás. November 5-én Csomai azt javasolta, hogy a, a, régi vezetőség jöjjön vissza, vegye át a hatalmat, és elég sokáig egyébként a Nemzeti Bizottság és a régi végrehajtó bizottság együtt ülésezik, és együtt hoznak határozatokat. Ugye érdekes egyébként ezt is megmondani, hogy Jón János, de ez a november, -e, november 5-i első Nemzeti Bizottsági ülés. és akkor Jón János volt az, aki azt mondta, hogy ne oszoljon fel a bizottság, amit mondja is, hogy vállaltuk mármint a bizottsági tagságot, amíg lehet csináljuk, kötelességünk maradni. Tehát, hogy igazából ők, akik ebben részt vettek, kötelességüknek érezték azt, hogy ne egyből szétfussanak, ne egyből megtorlás legyen, hanem ameddig lehet, és ameddig törvényesnek ítélik az ő mandátumokat, addig tartsanak is ki. Solymáron november 8-án reggel jelentek meg a szovjet tankok. Ugye Csoma kérésére Kozma, aki a tanácselnök volt, megjelent. Ő tudott oroszul, és gyakorlatilag atrocitás nélkül átadták azokat a fegyvereket, amik a tanácsházán voltak. Ezeket elvitték, a katonák, illetve egy részüket elvitte. 11-et azonban itt hagytak, hogy ha szükséges lőszerrel ellátták, hogyha esetleg szükség lenne rájuk, de mondom, hogy a régi végrehajtó bizottság és a forradalmi bizottság nagyon sokáig még együtt ülésedett. November végére azonban romlott a biztonság, közbiztonság, mint mondottam az előadásom elején, nem november 4-én ért véget az 56 forradalom, hanem nagyon sok utó, elég erőteljes utózöngéje volt. És ennek a, leg, ennek a legnagyobb eszköze, ahogy elmentettem is, a sztrájk volt. Hogy az emberek rászorultság esetén, mivel hogy nem lehetett szenet kapni, meg egy csomó mindent, ezért ezek a nemzeti bizottságok fizetési előlegeket, illetőleg segélyeket ö, utaltak ki, amennyi a költségvetésükben természetesen megvolt. Nagyon sok panasz érkezett ekkor a fakivágások miatt, hogy a szénhiány miatt gyakorlatilag megint leírtották az egész zsíros egyet. És a gyümölcsöseket is kivágták ekkor, tehát iszonyatos feszültség volt. A TSZ-ekben azonban ment tovább a munka, és onnan is tudtak kiszedni különféle hát élelmiszereket. Ami Solymát nagyon érintette ekkor, az a diszidálási hullám volt. 103 személy hagyta el Solymát, 18 család, 52 fővel, egy felnőtt férfi és két asszony volt az, aki a családját is elhagyta, és az itt ugye a legfájdalmasabb az volt, amikor a fiatalok főleg a fiatal, fiatal generáció távozott, hogy 46 fiú és két lány hagyta el gyakorlatilag a szülői házát, közülük 8 fiú és egy leány tért vissza. A menekülési hullám következtében azt lehet mondani, hogy Sojmáron 11 újabb ház üresedett meg, ugye 10 évvel az előzés után gyakorlatilag még annak, el, még abban, annak, kifo, annak következményéből is voltak üres házak, hát még most plusz 11 üres ház gyakorlatilag maradt újból üresen, vagy újra üresen. Kik voltak a Sojmári forradalom áldozata, vagy a 56-os forradalom Sojmári szereplői és áldozatai? Ugye a november 8-ai ülésen került sor az említett Dienes Istvánnak, és őről még szó lesz, 56-os halottnak a gyakorlatilag a megvitatására. Itt vita alakult ki egyébként, hogy DNS hogyan halt meg, vajon szovjetként volt-e, tényleg részeg volt-e, ahogyan lelőtték a tankról, és Kozma László végül azt mondta, hogy egy néma tevetést javasol. Ezt visszaemlékezésekből tudjuk, mert az eredeti irat, amit itt itt ki is hoztam, hogy ez a seresféle feljegyzés a jegyzőkönyvben, hogy DNS eltemetése kérdőjel, hősi halottunk eltemetése, tehát már ekkor ugye, mondom, ez 11. hó 15. jegyzőkönyv vázlat, tehát itt van az eredeti, ugye itt van az a mondat, amit mondtam, tehát már akkor gyakorlatilag tudták azt, hogy hogy DNS egyfajta hősi halottnak számíthat ebben az időszakban. Tehát már akkor így nevezték, 1956-ban is. Na most a szénatéri csoport levezérése után a Sojmári és a Nagykovácsi erdőkben vetették be magukat, ugye ezt az elején nem mondtam az előadásnak, hogy ilyen gerilla harcmodor kezdődött itt a Sojmári erdőkben, meg a Nagykovácsi erdőkben, ez a csoport november 4-én vette meg magát először az Adi Ligeti Nagykovácsi laktanyába, majd Király Béla osztaga pedig ide az erdőbe. Tehát itt végig az erdőben mondjuk így, hát nem azt mondom, hogy randalíroztak, de gyakorlatilag megpróbáltak egy ilyen ellenállási tevékenységet kifejteni. Ugye tavaly a Sojmári Rádióban volt a Jablonka István név visszaemlékezése, hogy három-négy vadászgép jelent meg Sojmár fölött, és folyamatosan belelőtt az erdőbe, ez körülbelül 8-9-szer ismételte meg, és ezt meg is örökítette a naplójában, amit tavaly a, 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 föl is olvastak a rádióban. Ez egész pontosan egyébként november 9-én délül 11 óra táján történhetett. Egy nappal korábban jöttek be Solymára az oroszok, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezt a zsíros hegyi részt, ez teljes egészében itt volt egy ütegállás, és azt lőtték egyfolytába. Egyébként ennek hatására menekült el Király Béla és csapata nyugatra. A mai napig nem tudni ez is a különféle visszaemlékezése, hogy valódi csata volt ez, vagy csak széthajtották a felkelőket. Seresnél egyébként 7-8 civil felkelők az Erdő utcában laktak, Szállt meg éjszaka, tehát hogy beszállásolta őket. Tehát elég nagy területen volt ez a Király a csapata. Azt lehet mondani, hogy a Sojmári 56-os események legfőképpen hozzájuk fűződik. Szintén egy előadást érdemelne, hogy ennek milyen fokozatai voltak, mit csináltak ők itt, milyen eredményeket értek el, ugye először, mint mondottam, Adiligetre, aztán Nagykovácsiba, a bányatárnákhoz vették be magukat. Tehát ennek is van egy nagy története, amelynek az volt a vége, hogy hát valószínűleg ilyen repülőgépekkel széjjel bombázták őket. Nem ismeretes olyan név, vagy olyan adat, amely szerint DNS Istvánon kívül más solymári lakos is áldozatul esett volna az 56-os fővárosi eseményeknek. A seres hagyatékából ugye a ceruzás feljegyzés, amit mutattam, hogy már hősi halottnak, Mondják, kérdőjelesen ebben az időszakban is ezt támasztja alá, de azért több szóbeszéd is volt ebben az időszakban. Az egyik az Karal Mátyásnak a visszámlékezése volt, ő két felkelőről ír, akiket tudomása szerint 56. novemberi 5-én sebeztek halálra, itt ö, temették el őket, de sírjuk gyakorlatilag eltűnt a, a temetőnek a felszámolása következtében. Ugye Seres István 8, november 8 után ment vissza, a holmiaiért a városba, a kollégiumba, és ő azt mesélte el, hogy egy kocsival egy koporsót hoztak el egy solymári férfiul, azon ültek visszafelé, a autó ezért is ment. De hogy ugye Dienest nem itt temették el, hanem a Farkasréte. Tehát a Farkasréti temetőben azért is szerepel egyébként a hősi emlékműben a neve, mert az ősírját is felszámolták, és ugye a, a 2000-es évek elején ezzel emlékeztünk ö, ö, meg. A Sojmári halotti anyakönyvi kivonatokban azonban két érdekes haláleset is szerepel. Az egyik egy 56. november 9-én a Sojmári Szőlőskert utcában nyaklövésért, nyaki ütőerek sérülése van fölírva egy, egy Csizmadia Tibor nevű 20 éves segédmunkás, Jászberényi állandó lakos, hogy ez mitől lehetett, azt nem tudni. A másik bejegyzés az egyébként több más ilyen összefoglaló munkában is különféle neveken megjelenik. November 30-án a Postveg dűlőben, az ugye az Osan mellett a tízes út túloldalán lévő dűlőben találtak egy agyroncsolódott úriembert, akit Pécelinek vagy Pécselinek írnak le. Itt a Solymári anyakönyvekben Pécseli Jánosként van beírva, és alá is van írva, hogy belődi szerződéses alkalmazott volt. Tehát, hogy ő, ő egy 20 éves siófoki állandó lakos volt, egyébként Lepsényben született, alig elföldelve találtak rá november 27-en, és egy igazolvány volt benne a... a ruhájában, hogy a második kerületi nemzeti bizonyányhoz tartozott gyakorlatilag. Nem tudjuk, hogy mi történt vele. Volna lehet egy kis csetepati egyébként ürömön is. ott kergetőztek egymással a forradalmálok és az ávósok, meg a, a karhatalmisták egymással. Elképzelhető, hogy a, abból való áldozat, de a mai napig nem tudni, hogy ez vajon hogyan történt. Seres szerint Hanzsek Ferenc traktoros, egyébként csak részben tartozik ide, november első napjaiban szántás közben felborult traktorával és rázóvant utasára, ez is gyakorlatilag az 56-os események alatt történt. De szó esik egyébként egy másik 56-os holtestről, akit 57 márciusában a Jegenyében, Jegenye találtak meg, és a mai napig nem tudjuk, hogy mi történt vele, egyáltalán semmit nem tudunk róla, de ez is egy beszéd. Volt egy olyan eset is, hogy Szabó János ö, emberei november 9-én az említett király Béla nagykovácsi csapatához akartak igyekezni, és az angol a katonai temetőnél lehet, hogy egyébként a, a Pécseli ennek az áldozata lehet, tehát hogy ezt nem tudjuk pontosan, hogy az Ürömi vagy ennek, Tűzhazba keremedett katonákkal, és jó néhányuk, és szerint 17 emberi életét vesztette, a többiek pedig szétszélettek. Ezen kívül még december 5-én, tehát az már jóval később van, tehát egy hónappal november 4-e után, történt meg egy olyan eset, hogy egy Sojmáriak egy 8 fős csoportja a Bécsi úton megtámlott és elfoglalt egy teherautót, amivel Budapest felé indultak, majd útközben egy fának hajtottak és szétszélettek. Tehát ilyenféle akciók, S-féle akciók ugye elég sokáig előfordultak, egy valamire szintén jó lett volna adatot találni, de nem találtunk, Andrással sem, hogy az 1956-os Sojmár elítéltjei között van egy Binder nevezetű nevezető úriember is, aki egy év, hat hónap szabadságvesztést kapott a forradalomban részt vett ö, események miatt. És akkor térjünk rá Dienes Istvánra az egyetlen áldozatra. Ö, gyári munkás volt, 56 október 21-én melkas lövés kapott, és ebbe halt bele, elvérzésbe halt bele. Ö, elvérzés, igen. Ö, 22. július 1-én született egyébként, halálának pontos körülményét ugye soha nem sikerült tisztázni ezzel kapcsolatosan, de valószínűleg, hogy a forradalmárokhoz csatlakozva lehette halálát, most hogy nem jöttem ki ebből a a mondatból, kitelepített volt ő is, ezt kevesen tudják. A családját Jugoszláviából E, Jugoszláviához csatolt délbaranyából telepítették át, Magyarországra mezőkövesden kapott úgymond lakást vagy elhelyezést, és onnan 46-os 46, kitelep, 46 események hatására került Sojmárra. Szakács volt, végül egy terőzvárosi kocsmában lett ő üzletvezető. Ott volt akkor is, amikor 56. október 23-án kitört a forradalom, ekkor 35 éves volt. Jelen volt a Stálin szobor Ledöntésénél ő rá is a forradalmi hevület, és fűtötte egyébként némi ital is, egyébként mindenkit ebben az a, 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 akkori e, éjszakán. E, hazatérés helyett, a, tehát Sojmári hazatérése helyett a városban maradt, és az éjszakai órában 11 egyetemistával együtt, tehát nem egyedül, tehát nem egyedül volt serészek, hanem nem egyedül foglalt el egy tankot, Jutott, el a Szent István körúton, egy, jutott fel a Szent István körúton egy harckosira, és ott érte gyakorlatilag a tisztázatlan eredetű végzetes lövés, amely egyébként mindegyikükkel végzett, tehát hogy nem csak ő halt meg. Mint mondottam, dns a farkasréti sírja már nincsen meg, és hát emlékét a hősök emlékműve, emléktábla őrzi gyakorlatilag. Hát ezek ugye a mai, ó, majdnem azt mondtam, hogy Moszkva tér, Szélkámán térnek a, a, és a Szénatéri, a korabeli képekkel így kell elképzelni, hogy nagyjából ezek a milliók voltak ebben az időszakban. Megítélése kettős, mégis azt lehet mondani, hogy pia ide, pia oda ártatlanul végezte, és éppen ezért talán nem véletlen, hogy a forradalmi hevületben gyakorlatilag neki nem kellett volna meghalnia, ezért végül is az 56-os forradalomnak gyakorlatilag törvényszerűen ő az áldozata, vagy jogszerűen ő az áldozata. Viszont van egy elfelejtett solymári áldozat is, akit úgy hívnak, hogy Spamberger György. Ő a megtorlások egyik kivégzettje, aki egyébként anyai részlő solymári származású volt, és egy időben ő maga is itt lakott a községben. Az ő megítélése is meglehetősen kettős, tehát ő is egy ilyen két élő figura volt, a egyébként jól jellemzi, mint DNS, mint Spangerer esetében, hogy azért a történelmi személyek, vagy a történelme vetett emberek, azok nem ilyen viaszos, romantikus hősök, hanem sokszor ugye megtört, dühös, olykor dühöngő emberek. Tehát nem egyfajta mesehősök, hanem valódi Esendő emberek. Most ki volt Spamberger György? 1913. április 22-én láttam meg a Napvilágot, Pilis Spamberger Márton és solymári felesége, Ludvig Anna, öt ismert gyerekek közül a harmadikként és a második fiúként is apja bányászként dolgozott. Így munkahelyének változásai az gyakorlatilag a családnak a vándorlását is jelentette. Tehát oda mentek, ahol a apa munkát kapott. Vörösvárról egy időben felső gallára kerültek, majd visszatértek Vörösvárra. Végül valamikor a 1920-as években Solymára költöztek, legkisebb lányuk 27-ben már itt született, és akkor már itt is élt az egész család. Itteni lakcímünk az templom tér 19 volt, de nem vagyunk biztosak benne, ugye, hogy ezek a... Igen, akkor... De nem vagyunk biztosak benne, mert több, Köszönjük. <laughs> tehát, hogy akkor ott van most a fogásza, tehát, hogy csak már így a házszámozásokkal nem biztos, hogy ugyanazzak a mostani házszámozások. Ja, ott laktak, értem. Szóval, akkoriban elég nagy szó volt, hogy egy falusi munkás család középiskolába tudta járatni a gyerekeit. György gimnáziumba járt, négy osztályt el is végezte, de nem tudta befejezni, mert édesapját leszázalékolták, és abba kellett hagyni a tanulást cipész Inos lett, majd cipész segéd. 1940. június 16-án, itt az anyakönyvi kivonatban, házasságot kötött Bilinszki Juliával, ekkor a lakcímük Szőlőskert utca 27 volt, ez azt hiszem a mai Kossuth Lajos utca. A házszám se biztos egyébként, de vagy hogy nem azonos a jelenlegivel, mert a telekfelosztások azóta változtak. Baloldal, oké. Okay. A párnak a következő három éven két gyereke is született, Julianna és János. Kettőjük közül azonban még Julianna érte meg a felnőtt kort. Annyit tudunk róla, hogy szornokon bérmálkozott, de ez az információ sem biztos úgy néz ki. János viszont csak 15 hónapot élt meg, sajnos ő elhunyt. A család ebben az időben nem biztos, hogy jól mehetett a sorra, mert állandóan albérletről albérletre vándoroltak. Tehát nagyon sok helyen laktak Solymáron belül is. Mindkét gyerek születésekor és a kisfiúk halálakor is más-más lakcímen voltak. Ugye a Szőlőskert utca 3-ból, a Toldi utca 1-be költöztek, utána a Szent Anna utca 7-be, innen halt meg egyébként Jánoska és tehát innen vitték ki a temetőbe. Ez a Szent Anna utca természetesen a mai Anna utcával azonos. A rokonságtól kaptunk néhány információkat, de az inforádió is csinált egyszer egy emlékműsort Spambergerről, és ott teljesen más adatok is szerepeltek a családról. Egyesek szerint született egy másik gyermekük, aki szolnokon alapított családot, de erről még lesz szó. A háború őt is nagyon érintette. 1957-es börtönben írt életrajza szerint többször megszökött a katonai behívó elől. Végül mégsem muszta meg a bevonulást, hanem munkaszolgálatra vitték Németországba, azért, mert egészségi állapota nem tette lehetővé azt, hogy katona legyen. Azt nem tudjuk pontosan, hogy miért, de hogy azt mondani, úgy tudjuk, hogy, hogy valamilyen egészségügyi problémája volt, ami nem sorozták be. A háború alatt teljesen megváltozott a jelleme egyébként, szerintem egy ilyen posztraumás stressz is érte, Uh, ami egyébként általában azért a háborús embereknél nagyon jellemző is volt. Úgy fogalmazta életrajzában, hogy 1944-ben olyan voltam, mint egy űzött vad. Uh, hát neki is az ilyen tipikus solymári sorsa volt a hazatért, és valaki jó akarója feljelentett, hogy SS katona volt, úgyhogy én, a én nagyapám is így járt egyébként. Uh, Sikerült tisztáznia magát erről, tehát volt egy per is, és gyakorlatilag felmentettek. Ez annyira nem találtuk meg ezt a periratot, csak a jelzetét, de valószínűleg törvényerőre emelkedett, mert még az 56-os bírósági perében is ezt elismerték, hogy nem volt SS katona. Viszont, viszont ekkor élettársával egy hatodik kevületi lakásba költözik. Ugye nem tudjuk, hogy mi történt a feleségével, de lett hirtelen egy élettársa, beköltözik Budapestre, ő ilyen furcsa módon azt, fog, azt mondta, hogy ezután abból a pénzből, amit katona koromból kerestem, tehát a munkaszolgálat, illetve a háborús időszak alatt, a szovjet katonáktól, tehát valószínűleg fogságban is volt, azzal, hogy csizmákat javítottam, Pesten három szobás lakás rendeztem be. Tehát, hogy Pestre költözik egy hölgyel, először az autójavító vállalatnál dolgozik, majd a ruggyant a gyárban, ez ne tévesszen meg senkit, ez a gumé. Tehát ennek a réginek az elnevezése, ugye a Federhárz az a, az a rugógyanta, ez egy német tükörfordítás, ebből a rugógyantából nevezték korábban a gumit guminak, és akkor nyilván van a gumigyárt, az ruggyant a gyárnak, de ez most egy ilyen mellékes gyólog. Lényeg az, hogy ott dolgozott. És hát valami történetet az élet társa, amely 1948-ban többször főjelentette, bírósági állt, zaklatási, illetve bántalmazásért, és öt év börtönbüntetést is kapott, amit büntető munkahelyen kellett letöltenie. E tárgyalás alatt úgy tudni a feljegyzésekből, hogy meghalt egy gyermeke. Tehát, hogy a rokonoktól azt az információt kaptuk, hogy Szolnoton családot alapított egy fia, itt viszont egy másik fia ö, is meghalt, tehát itt az információk ezzel kapcsolatban nem biztos, hogy helytállóak. Ami biztos, hogy a büntetés alatt kitanult a lakatos szakmát, 54. februárjában szabadult, és büntetett előjelte dacáról, rögtön el tudott helyezkedni. Na most az 56. -a szerepvállalására, ami a lényeg. 23-án ő is részt vett a ö, ö, rádió ostromába, be is lépett a nemzetőrségbe, 31-én a köztársaság térre ment, hogy megostromolja a pártházat, majd utána a Korvin köziekhez csatlakozott egy ideig. Végül a 8. kerületi Vígutcai rendőrkapitányságon berendezkedő fegyveres felkelőkhöz csatlakozott. November 4 után sem, a november a szovjeteknek a november 4-i bejövetele után sem volt hajlandó letenni a fegyvert, ő egy, az egész forradalom alatt egyébként a 16. kerületben alakult úgynevezett keresztény ifjúsági szövetség felkelő csoportnak a tagja volt. Egy, csapatot már, egy csapat már október 28-án megalakították, és hát ők is őrszolgálatot szerveztek, ez Rákos Szentimre egyébként, ők is ősszolgálatot szerveztek, intézték a lakosság mindennapi ügyeit, tehát nagyjából ugyanazt csinálták, mint Solymáron a Nemzeti Bizottság. Ez az őrjárat azért is kellett, mert ahogyan a előadás elején említettem, a szovjetek, a szovjet katonák, az oroszok nem vonultak ki az országból, csak Budapestről. És például Árpád földön fészkelték be magukat, ahol folyamatosan emiatt járőrözni és figyelni kellett őket. Incides nem volt, a tagok mindig otthon aludtak, és hát ebből a szempontból nyugat ö, légkör tudtak teremteni, egyébként ebben az iskolában volt a, a, a székhelyük. November 6-án néhányad magával Rákos Szentmiányán azonban megtámadtak egy szovjet őrt. Az oka az volt, hogy a szövetség a helyi iskolába, ahogy mutattam, költözött be, és éppen arra járt két ilyen szovjet őrjárat. Tűzharc lett, az össze összecsapásban a két orosz katona megsebesült, és, és hát vicces a történet, de maguk a forradalmárok vitték kórházba az oroszokat, tehát hogy mielőtt még erre Így később mind a két katona felépülve egyébként visszatérhetett saját csapat testükhöz, de hát 57-ben megtörtént a feljelentés és a büntető eljárás is. A vád szerint a fegyveres harc bukása után fegyvereket gyűjtött ez a csapat, és röpcédulákat készítettek és terjesztettek. Spanberger egyébként eközben megpróbált nyugatra szökni, családjával. Itt most nem tudjuk, hogy az élettársáról van ez szó, valószínűleg nem, hanem a feleségével. Ugyanis, hogy a Bajorországban élt kitelepített bátyja, aki egy hatalmas nagy mintagazdaságot, 50 holdos földet és tanyát hozott létre 10 év alatt, de hát a határ közelében elfogták, visszatért Budapestre, majd 57. február 15-én itt tartóztatták le szerencsétlent. A vád az volt ellene, hogy ő volt a csapat egyik parancsnoka, és tíz fegyveres tartozott hozzá. Ebben a minőségében állítólag azt parancsolta, hogy a két szovjet katonát ne kórházba vigyék a forradalmának, hanem lőjék le egy félreeső helyen. Ezt senki nem tudta bizonyítani, és végig mindig tagadta is. A büntetőperben állították őt is bíróság elé. Valószínűleg egy tucatnyi tagja volt ennek a pernek, az egyik társa például az első rendő szereplő Balog József, aki később a Történelmi Igazság Tétel Bizottságnak az elnöke is volt. Ha felakasztanak, akkor sem mondhatok más, mint azt, hogy én az emberek érdekében ténykedtem, volt a Spamberger a tárgyalásán. A pel érdekesség kell, hogy a tanúként beidézett a támadásban megsérült orosz katonatiszt tette egyébként a legkorrektebb valonás, és azt, annyit mondott, hogy Háború volt, mi is lőttünk rájuk, ők is lőttek ránk, és hát ennek során megsérültem. Tehát, hogy még ő sem vallott tulajdonképpen ellene. A további tanúk közül az egyik azt vallotta, hogy Spamberger ott sem volt az incidens idején, a másik meg az, hogy a szovjetek kezdték a tűzharcot, a népügyész végül is öt vádatra kért halálbüntetést, de végül Spamberger győlt, aki egyébként az ötödrendű vádott volt, volt az, akit valóban halára ítélte a, a bíróság. Az első fokon, 1957. július 26-án a népi demokratikus államrend elleni mozgalomban való tevékeny részvétel és kétrendveli gyilkossági kísérlet vágyával, amit egyébként októberben a legfelsőbb bíróság is megerősített. Ami a vicc az egészben, hogy az eljárás során nem lehetett fényderíteni, hogy milyen terrorcselekményben vett részt, de kétségtelen azonban, hogy mindazokon a helyeken megfordult ahol a budapesti ellenforgalom alatt legsúlyosabb terörcserekmények történtek, és ezért ítélték halála, tehát ez, ez volt gyakorlatilag az indoklása. 65 éve a mai napon, 1957. november 8-án végezték ki, tehát ez az előadás is pont emiatt történik. A fennmaradt dokumentumokban szinte mindegyikben hibásan írták le a nevét, Perére és jellemére egyébként a megtorló per irataiból, illetve egy kényszerrel írott töré életrajzból lehet következtetni. Az, hogy ő köztörvényes bűnöző lett volna, az szerintem meglehetősen túlzás, de mind a kijelentései, mind a büntetőperben elfoglalt helye, mind pedig a ténykedése szerintem azt engedi mutatni, hogy ő igenis, tulajdonképpen Sojmárnak egy másik áldozata, annak ellenére, hogy csak részben lakott itt, de mégis Sojmári származású volt részben, Sojmáron alapított családot, Sojmáron születtek a gyermekeinek egy bizonyos része is, és hát innen is sorozták be. Szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy elfelejtett Sojmári áldozattal van dolgunk, amely megérdemelné, hogy emléket állítsunk nem csak egy ilyen előadás keretében belül. És szerintem története pontosan jól mutatja azt, hogy ezeknek a forradalmaknak, ezeknek a lázadásoknak a hősei nem viaszos, romantikus figurák, hanem igenis élő, esendő emberek. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni a figyelmet, és elnézést kérek, hogy ilyen hosszúra nyúl, természetesen, hogyha valakinek kérdése van, akkor akár e-mail címen, akár pedig itt élőben szívesen fogadom. Köszönöm szépen a figyelmet!